Egy nagyon könnyű, fűszeres túróval töltött gombafejet készítek így a nyári melegre. Lehet egészen apró falatkákat készíteni, de hogyha egy nagy champignon gombát kapnak, akkor pedig szinte egy darab elég egy evésre. Szóval először is elkészítem a tölteléket egy pici olívaolajon. Le fogom dinsztelni az újhagymát, a fokhagymát, egy kis kakukkfűvel, és hogy színes is legyen, egy pici, apróra vágott piros paprikával, ez esetben kápia paprikával. Szép apróra összevágjuk a hagymát, és mehet az olajba. Csak éppen, hogy egy pici hőt kapjon, nem kell megpirítani, sőt nem is szabad, nehogy bekeseredjen. Egy kis só, ami segít abban, hogy nehogy megégjen. De jó illata van. És milyen gyönyörű is. Még egy kicsit vissza. Jöhet rá két gereszt fokhagyma. Fokhagymát tényleg csak az utolsó pillanatban dobjuk rá, mert az könnyen megkeseredik. És akkor jöhet egy pici kápia paprika. Az íze is jó, de gyönyörű szép minden fehér töltelékben egy pici piros. A hagyma alatt el is zárom, és az a maradék hő pont elég lesz, hiszen mikor összekeverem a túrótölteléket, betöltöm, akkor utána még beteszem az egészet a sütőbe, és összesütöm. Az a hőkezelés pont elég lesz a fokhagymának és a kápiának. És akkor előkészítem a gombát. Szépen kitörögetjük a tönkjét, és nem kell meghámozni a gombát. És hogy a tönk ne vesszen kárba, esetleg azt is még beletehetjük ebbe a töltelékbe, és akkor viszont még egy picit hőkezelem. Hogyha azt érezzük, hogy nem elég nagy a tölteléknek a gomba belseje, akkor óvatosan, vagy egy kis kanállal, vagy egy evőkanálnak a fokával lehet egy nagyobb mélyedést készíteni neki. Azért minden úgy finom, hogyha bőven van benne minden. A töltött gombafej is akkor finom, ha van benne bőven töltelék. Még összevágom ezeket a kis tönköket, és egy picit megfuttatom ezen a hagymás paprikás olajon. És ezt is apróbra vágom. Amíg ez dinsztelődik, addig előveszem a túrót. Vágok bele egy kis kakukkfüvet, és beállítom a sósságát. Ennyi a töltelék. Egy nagyon picit lehet sósabb a töltelék, mint ami pont kellemes, de tényleg egy hajszálnyit, mert külön a gombát nem fogom besózni, hogy ne engedjek ki az összes levét. És még egy pici bors jöhet hozzá. Utána jöhet egy tűzálló tál, picit kiolajozzuk az alját, és megtöltjük a kis gombafejeket. Egyébként hidegen is nagyon finom, tehát egy hideg tárra is készíthetjük.
megtöltögettem, berakjuk, lehet variálni is, tehetünk akár egy kis reszelt sajt kupacot mindegyik tetejére, vagy egy kis darab húsos szalonnát, ki hogyan szereti. De egyébként a túrót fűszerezhetjük petrezselyemmel, lehet akár pörkölt magvakat belekeverni és úgy beletölteni. Tehát millióféleképpen készíthető, egy nagyon fontos, legyen belőle elég. Mert ez aztán fogy hidegen is, melegen is, hidegtára is szuper. Most pedig 200 fokra beteszem a sütőbe, és amíg nem kezd pirosodni a teteje, addig sütöm. Szerintem ez maximum 20 perc. Iratkozz fel a YouTube csatornámra, hogy ne maradj le a legújabb tartalmakról. Borbás Marci minden könyve a www.egy.shop.hu oldalról rendelhető.